Egyelőre nem mondható el, hogy a horgosi fizetőkapu munkálatai lázasan zajlanának. Ettől függetlenül a tervek szerint idén mégis átadják rendeltetésének ezt a fizetőkaput. A horgosi fizetőkapu is része lesz majd az új rendszernek. Arról pedig, hogy hogyan is fog ez a bizonyos új rendszer kinézni a gyakorlatban, a Szerbia útjai közvállalatot kérdeztük volna. Dobar dan, želim, ja zovem iz Panon televízie. Telefonon próbáltunk interjút kérni. Elfoglaltságra hivatkozva azonban többszöri próbálkozás után sem tudtak személyesen rendelkezésünkre állni. Ehelyett közleményt adtak ki. Mindebből kiderül, hamarosan Vajdaságban is a megtett kilométerek alapján kell fizetni az autópálya használatért. Belgrádtól Horgosig tervezik a kilométerenkénti útdíj megfizettetését. Az autósok véleménye eltér az újításokkal kapcsolatban. Az utak minősége az nálunk katasztrofális, az ember úgy érzi magát, mintha egy hullámvasúton ülne. A fizetős kapukról hát nem sok értelmét látom. Magyarországon van egy teljesen jól bevált, jól működő rendszer, nem tudom, hogy miért nem lehet azt nálunk is praktizálni. Govorili da je preskupo, da ovo, ali to je stvarno ono minimalno, 2,5 evra. Ne možeš kafu da popiješ. Jelenleg az autópályára való becsatlakozás helyétől függetlenül Belgrádtól Újvidékig személyautóknak 240 dinárt kell fizetni, Újvidéktől Horgosig pedig 330 dinárt. Az új rendszer értelmében a lecsatlakozásnál kell majd fizetni, vagyis minden lejáratnál lesz egy kapu, így az összegek is különbözőek lesznek attól függően, honnan hová utazunk. A horgosi fizetőkapu megépítése a munka úgynevezett második fázisára, azaz valamikor az év végére fejeződik be. A teljes rendszer kiépülését 2015 végére tervezik.